Kodály Zoltán születésének 141. és Kocsár Miklós születésének 90. évfordulója alkalmából december 22-én ünnepi hangversenyt rendezett a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportja az új kollégium dísztermében. A koncerten részt vett Kocsár Miklós özvegye Herbo Ildikó és gyermekük a karmester Kocsár Balázs is. A hangversenyt Virág Barnabás, a kecskeméti tagcsoport közelmúltban megválasztott új elnöke vezette. A születésnapi Kodály Kocsár koncert első részében a városban működő három zeneiskola, a Kodály iskola, az M. Bodon Pál alapfokú művészeti iskola és a Líra zeneiskola növendékei két kocsárműből, az 1995-ben és 96-ban született hangportrékból szólaltattak meg részleteket. A koncert során összesen 10 hangportré hangzott el, a szobrász Melokko Miklós mellett Eigel István festőművész, Finta József építész, Séner Mihály festőművész, Hernádi Gyula író, Lázár Ervin író, Patai László festőművész, Farkas Ferenc zeneszerző, Páskándi Géza író, költő és Kő Pál szobrászművész hangjegyekből megrajzolt arcképei. Hosszabb részletet Melján Anna és Szabó Gergő Áron fuvola játékából láthatnak. Felkészítő tanáruk az M. Bodon Pál alapfokú művészeti iskolában Vince Tünde tanárnő. A szervezők az első blokk végén apró ajándékkal köszönték meg a zeneiskolások és felkészítő tanáraik munkáját. A műsor második részében Szűcs Máté, a Genfi Zeneakadémia brácsa tanára, egyidejűleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamaratanszékének látogató professzora állt pódiumra. Tőle Kodály Zoltán 1905-ben írott Adagio című művét hallhatta a közönség. Szűcs Mátét Klebnicki György kísérte zongorán. A koncert harmadik része Kodály népdalfeldolgozásokkal és kocsárdalokkal folytatódott. Az előadó művész Rajk Judit a Kodály Intézet ősszel kinevezett új igazgatónője volt. A Szomorú fűzfának kezdetű Kodály mű után Kocsár Miklós Gyurkovics Tibor verseire írott dalaiból hallottunk néhányat, az Ölej meg engem Isten című ciklusból. Zongorán Takács Zsuzsanna működött közre.
A koncert záró részében a Durányik László vezette Aurin leánykar énekelt egy Csokorra valót Kodály Zoltán és Kocsár Miklós műveiből. Először Kodály Zoltán egyik legkorábbi szerzeménye, a 16 éves korában komponált Ave Mária hangzott el, a műsor végén pedig hallgassanak meg egy részletet Kocsár Miklós Jó szánút, jó fejszet című művéből, amelyet Kányádi Sándor versére szerzett.